Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bemutatták a Baranya vármegyei új tisztségviselőket, ülésezett a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Több mint 16 milliárd forintos adóssága van Pécsnek, még legalább 25 évig nyomja a pécsiek vállát a teher. Idegen nyelvű történelem érettségit írtak a diákok, így zajlik a vizsga Pécsett. Az egészséges és hosszú élettitka. Szívsebész professzor tartott előadást. Megtartotta a sajtótájékoztatóját a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Baranya vármegyei elnöksége. Az eseményen bemutatkoztak a szövetség új tisztségviselői, és ismertették a Fókuszban az Innováció című esemény részleteit. A Vállalkozók Országos Szövetség abból a célból jött létre, hogy a fiatal vállalkozókat is... Megtartotta sajtótájékoztatóját a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Baranya vármegyei elnöksége. Az eseményen bemutatkoztak a szövetség új tisztségviselői, és ismertették a Fókuszban az Innováció című esemény részleteit. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetség egy kb. 42 ezer tagot számláló országos szervezet. Gyakorlatilag az a célja, hogy a fiatal vállalkozókat összefogja, lehetőséget teremtsen nekik arra, hogy egy üzleti közösséget kialakítsanak egymás között, megosszák egymással a tapasztalataikat, tanácsot adhassanak egymásnak, és ezáltal gyorsabban fejlődjenek. Sajtótájékoztató keretében mutatták be a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Baranya vármegyei új tisztségviselőit. A szervezet célja, hogy egy jól működő közösséget kovácsoljon, és ezáltal is támogassa a régió vállalkozóit. Úgyhogy az egyik célunk az az, hogy most minél előbb újjáélesszük és felépítsük a megyében, és a fiataloknak itt is megteremtessük azt a lehetőséget, hogy legyenek olyan rendezvények, olyan találkozók, ahol tudnak egymással találkozni, meg tudnak ismerkedni egymással, és gyakorlatilag tényleg segíteni tudják egymást, illetve mi is tudjuk segíteni a fiatalokat. A nemrég megalakult Baranya vármegyei elnökségnek az egyik elhatározása, hogy a vírushelyzet által megviselt szervezetet újjáépítsék az elkövetkezendő időszakban. A sajtótájékoztatón az új tisztségviselők leleplezték a következő rendezvényük, a Fókuszban az Innováció részleteit is. 5-én lesz az első rendezvényünk a Bokkétteremnek a konferencia termében. Így gyakorlatilag Fókuszban az Innováció címet adtuk magának a rendezvénynek. Itt azért is gondoltunk erre, mert az egyik előadásunk az a mesterséges intelligenciáról és a robotikáról fog szólni. Hajós István, a Bastion Groupnak az ügyvezetője fogja tartani ezt a előadást. A rendezvényre szívesen várnak minden érdeklődőt, egyaránt a fiatal és már a több tapasztalattal rendelkező vállalkozókat is. A Pannon Vasút Egyesület kezdeményezésére a Balaton, a Bakony vagy a Dunakanyar kedvezményes vonatjegyeinek mintájára Baranyában is kedvezményes vonatjegyeket vezetnének be. Az üggyel a szervezet tavaly nyáron kezdett foglalkozni azzal a céllal, hogy Baranya vármegyében is létrejöhessen egy a szezonban igénybe vehető kedvezményes jegy vagy jegycsalád. A kezdeményezést tavaly nyár végén nyújtották be a MÁV felé, ahol élezték, hogy eljuttatják majd az illetékesekhez. Ezután viszont a vasút részéről nem érkezett semmilyen válasz. Február végén Lázár János miniszter válaszlevélben leírta, tetszik neki a Mecsek 2472 jegy család elképzelése, viszont kérte, hogy az egyesület szűkítse le egy kisebb térségre, mert nagyon szerte ágazó, pókhálószerű a tervezet, melyre nem lehet megfelelő díjszabást kidolgozni. A versenyképesség, az élelmiszer önellátás és a fenntarthatóság hármasának egyensúlyban tartása szükséges ahhoz, hogy hosszú távon is eredményes és fenntartható legyen az agrárium, jelentette ki Nagy István az Amerikai Kongresszus Mezőgazdasági Bizottságának elnökével történt találkozóján. Az Agrárminisztérium szerdai közleménye szerint a tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a szélsőséges időjárás globális kihívások elé állítja hazánkat is, amit egyedül nem tudunk megoldani, ezért számítunk az olyan szövetségesekre, mint az Egyesült Államok. A klímaváltozás hatásainak leküzdéséhez és társadalmi elvárásoknak történő megfeleléshez elengedhetetlen a precíziós technológiák alkalmazása. A miniszter kitért arra is, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar alapjaiban újul meg, az Egyesült Államok pedig egyszer már komoly szerepet játszott a hazai agrárium modernizálásában, amire most is szeretnénk támaszkodni.
Akár 2060-ig is kitolódhat a most felvett kölcsönök visszafizetése. Péterfi Attila és a baloldali városvezetés ugyanis két ciklusra előre is súlyos adósságot halmozott fel Pécsnek. Ezt a helyi Fidesz frakció vezetője mondta stábunknak. Csizmadia Péter hangsúlyozta, kamatokkal együtt több mint 16 milliárd forintnyi hitel nyomja most a pécsiek vállát, amit 25 évig még biztosan fizetniük kell. Az elmúlt három évben a pécsi baloldali városvezetés folyamatosan vett fel hiteleket. A sorozatos hitelfelvételt a városatyák egyébként azzal magyarázzák, hogy alacsony a kamata a hitelnek és kellenek a pályázati önerőkre a források. Összesen most már tudjuk, hogy kamatokkal együtt ez több mint 16 milliárd forint, itt tart a számláló, és ami a legsúlyosabb, hogy ezt 25 évre, egy negyed évszázadra vette fel a város, tehát ez azt jelenti, hogy a pécsiek még 25 év múlva is a Péterfi adósságot fogják fizetni. Ez az, ami minden egyes adóforintjukat, amit a pécsi kasszába fizetnek be, megterhel. Csizmadia Péter hozzátette, hogy olyan beruházásra is vett fel hitelt a városvezetés, amely végül nem valósult meg. Hogy csak érzékeltessem, van egy olyan beruházás, amitől visszalépett a baloldali városvezetés, azt mondta, hogy ezt nem kívánja megvalósítani, de azért a vállalkozót hát egy kis fájdalomdíjba kéne részesíteni, és hát még erre is hitelt vettek fel, de az elektromos buszokra is gyakorlatilag az áfát, az adót, azt is hitelből fizette az önkormányzat, holott ezekre a buszokra tudjuk, hogy több mint 1 milliárd forintnyi kormányzati támogatás érkezett, és ebből a több mint 1 milliárdos kormányzati támogatásból sikerült megvásárolni ezeket az elektromos buszokat. Az önkormányzat még az áfa tartalmat sem kívánja önerőből fizetni, tette hozzá a frakcióvezető. Ez szerinte rossz irány, hiszen a következő generációt adósítják így el. Megtorpant a gazdaság is, a városvezetéstől csak romokat kaptak a pécsiek, véli a politikus. Hiszen hitelből vásárolta vissza az egészen romos, korábban szocialisták által kiprivatizált Áper laktanya egy részét a városvezetés, illetőleg egy most már az ügyészség által is vizsgált, hűtlen kezelés gyanúja miatt az ügyészség által is vizsgált csereügylet keretében szintén a Mandulás kempinget, ami jelenleg szintén egy romhalmaz, ezt is gyakorlatilag a pécsiek pénzéből vásárolta vissza az önkormányzat, illetve adott cserébe annak a magán szereplőnek, akinek a tulajdonában volt ez a Mandulás kemping, egy nagyon jól prosperáló és nagyon jól fejleszthető belvárosi ingatlant. A Nemzeti Oldal egyébként számtalanszor leszögezte, amíg luxus kiadásokra, évente 100 milliós kiadást jelentő cégvezetői prémiumokra, polgármesteri luxusautóra, gyakorlatilag érdemi eredményt nem mutató biztosokra, tanácsadókra, az ügyvédek hadára költött 100 milliós tételekre költ a helyi dollárbaloldal, addig lenne forrás a pályázati önerőkre is. A pünkösdi hosszú hétvégére 15%-kal nőttek az előfoglalások az előző évihez képest, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló oldal legfrissebb felmérése szerint Gyula, Siófok és Eger vonzza a legtöbb vendéget, Budapest a 6. helyen szerepel. A top 10-es listára emellett Pécs is felkerült. A vendégek közel harmada apartmanban, 26%-a vendégházban, 23%-a hotelben tölti pihenését. A vendégek 14%-a választott panziót és 6%-a egyéb szálláshelyet. A háromnapos ünnepre a szállás.hu által közvetített átlagos foglalási ár fejenként és éjszakánként 12 000 forint. A május 1-jével záródó hosszú hétvégén a foglalások száma alig 10%-kal maradt el a szezont berobbantó 4-napos húsvéti hosszú hétvége számaitól. Májusban kezdetét vette az idei érettségi szezon is. Pécsen a Koch Valéria Német Nemzetiségi Gimnáziumban a diákok idegen nyelven is letehetik a középiskolás éveiket lezáró vizsgát, többek között történelem tantárgyból is, amire 6-án került sor. Május 10-én került sor a középiskolákban, így a pécsi Koch Valéria Gimnáziumban is a történelem érettségire. Az iskolában a diákok német nyelven számos tárgyból vizsgázhatnak, és idén is több mint 50 végzős diák tett így történelemből középszinten. Nálunk a történelem németül zajlik, tehát németül folyik az oktatás, és németül is érettségiznek a gyerekek. Hát ez a törvényből következik, ugyanis nemzetiségi iskola lévén akkor érvényes a diákok érettségie, hogyha a német nemzetiségi nyelv és irodalmon kívül még két tárgyból németül tesznek érettségi vizsgát, és ebből egyik értelemszerűen a történelem.
A 12-esek az elmúlt 4 évükben németül tanulták a legtöbb tantárgyat, így az idegen nyelv nem akkora akadály számukra az érettséginél sem. Leginkább úgy gyakoroltunk, hogy így közösen összeültünk és átbeszéltünk igazából a legjelentősebb témákat, amiket így fontosnak vélünk, úgyhogy hát reméljük, hogy sikerülni fog. Nem csak írásban, de a szóbeli vizsgán is bizonyítaniuk kell a diákoknak, hogy jó eredményeket tudjanak a felsőoktatási felvételinél is felmutatni. A Koch Valéria iskola központ tanulói ezt szintén német nyelven tehetik meg. 95 éves korában elhunyt Máté Erzsé Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Nemzet színésze, írta a család egyik barátjára hivatkozva az Index. Máté Erzsé évek óta visszavonultan élt, május 8-án este csendben elaludt. Május 16-án lett volna 96 éves, olvasható a portálon. A Jászai Mari díjat kétszer kapta meg, ezen kívül érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzet színésze. Megkapta a Kossuth díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a polgári tagozatot, a Puk díjat, a Vastaps díjat, a Filmszemle életműdíját, a Hazám díjat és a Kállai Ferenc életműdíjat. A Pécsi Nemzeti Színházban 3 évadot játszott, 1949 és 52 között. Akkor még Máté Erzsébetként ismerhette a pécsi közönség. Az egészséges és hosszú élettitkáról tartott előadást professzor dr. Papp Lajos. A Széchenyi díjas szívsebész szerint ehhez 3 pillérre van szükségünk, test, lélek, szellem. Ezek fontosságáról beszélt a szakember. Magyarország összes egyetemiről kitiltottak. Dr. Papp Lajos mesélte élettörténetét, aki, mint mondta, kitiltották az egyetemekről, mára mégis Széchenyi díjjal elismert szívsebész. A professzor előadása a test-lélek-szellem harmóniájának megőrzéséről szólt, azaz a hosszú élet titkát osztotta meg a közönséggel. A szakember hangsúlyozta, ezt a 3 pillért a betegségek bontják meg. Szoktam volt mondani, hogy nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni, de mind a 3 láb szükséges. 3 láb, test, lélek, szellem biztosan tartja a széket. Egy láb, ha eltörik, fölbillen a szék. Ha 2 láb törik, akkor óriási esés a következménye. Tehát ma én jöttem azért, hogy elmondjam, hogy higgyenek a csodákba, ami bennük van, önmagukban van. 22 ezer vegyszerrel mérgezzük magunkat a nagyáruházak polcairól vásárolt élelemmel, tette hozzá Papp Lajos. Kiemelte, annak idején Hippokratész határozta meg a hosszú élet titkát. Van megoldás, csak az munkás. Tehát az emberek leszoktak arról, hogy dolgozzanak otthon. Leülnek a televízió elé és butítják magukat. A televízió passzív tudást feltételez, a gyerekeket tönkretesszük, de önmagunkat is. Mozogni, mozogni, mozogni. 60 év alatt el fog hangzani 2 óra minimum gyaloglás, 70 éveseknek 3, 80 éveseknek 4, mert minél hosszabb időt kapunk a Jóistentől, annál fontosabb karbantartani. Tehát tiszta étel, tiszta víz, tiszta levegő, tiszta lelkiismeret, sok mozgás. Előadásában tehát a test, a lélek és a szellem harmóniájában a legfontosabb dolgokra hívta fel a figyelmet a szívsebész. Az egészséges és hosszú élethez szükséges intelmek mellett a közönség megismerkedhetett a professzor életútjával is, hogy hogyan is kezdődött a mára már díjazott szívsebész karrierje. A múlt héten 355 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.202.179-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az előző héten elhunyt 10 beteg, így az elhunytak száma 48.859-re emelkedett, közölte a koronavírus sajtóközpont. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.149.848, az aktív fertőzöttek száma pedig 3.472-re csökkent. Jelenleg 224 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.343, közülük 6.210.780 a második, 3.905.366-an a harmadik, 425.783-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták. Somogy és Tolna vármegye híreivel folytatjuk.
Három kaposvári helyszínen is reggeli várta azokat, akik két keréken mentek a munkahelyükre vagy iskolába. Az évek óta népszerű program célja, hogy felhívja a figyelmet erre az egészséges és környezetbarát közlekedési módra, és idén arra is, hogy hamarosan elstartol az új városi közbringa rendszer. Gyere egy reggelire hozzá! Nem szennyezik a város, a két kereken dördülőket meghívjuk egy reggelire. A két keréken közlekedőket meghívták egy reggelire. Kefirt szendvicset és üdítőt is kaptak. A gyerekek közül is sokan tekertek. Akkor szoktunk iskolába jönni, bicajjal, amikor jó idő szokott lenni. És egyébként szoktatok még biciklizni, vagy tekerni? Merre szoktatok Igen. menni? Mesélj erről egy kicsit. A deset át körbe szoktuk tekerni. Vannak, akik az év minden napján kerékpárral járnak munkába. Én minden nap biciklivel járok dolgozni, innen a Cseri dombtetőről. Aztán járok biciklizgetni Bösszénfára, bicikliúton, desadai köröket, szeretek biciklizni. A kaposvári belvárosban Londonból érkező turistákkal is találkoztunk. And we're going to cycle all the way to Greece. Londonból jöttünk, és Ausztrián át Görögország felé tartunk, naponta 200 kilométert tekerünk. Nagyon szerencsések vagyunk az idővel és az emberekkel, hiszen itt mindenki kedves. Szeretünk tekerni, mert zöld és ingyen van, mondta el kérdésünkre ez az angol férfi. A programmal hagyományosan erre az egészséges és környezetbarát közlekedési módra hívják fel a figyelmet. Városunkban már most is minden feltétel adott a biztonságos kerékpáros közlekedéshez, ám a lehetőségek folyamatosan bővülnek. Néhány hét múlva üzembe helyezzük a közbiciklit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon népszerű lesz. Évek óta nagy kerékpáros események kerülnek a Kaposváron megrendezésre, és ezek nagyon népszerűek. Ezek az események után, versenyek után nagyon sokan kerékpárra pattantak. Tavaly az év kerékpárútja a desedai lett, azon is egyre többen tekernek, pénteken pedig a Tour de Hongrie harmadik szakasza is elrajtol Kaposvárról. Szigorúbban lép fel a rendőrség a gyorshajtókkal szemben májustól. Eltörölték ugyanis a trafipaxoknál eddig használt tűrés határ alkalmazását. Emellett fix telepítésű sebességmérőkkel igyekeznek szabályos közlekedésre rábírni a járművek vezetőit. Idén januárban helyezték üzembe Tolna vármegye első fixálású úgynevezett trafiboxát. A Paks gyapánál található fűthető, páramentes doboz forgatható is, így mindkét irányból alkalmas a sebességmérésre. Az ehhez szükséges műszer nem mindig van benne, így sosem lehet tudni éppen mikor működik. Most az országban újabb 48 ilyen eszközt helyez el a rendőrség forgalmas szakaszok mentén, de nem ez az egyetlen változás, amivel a gyorshajtók elleni hatékonyabb fellépésre törekednek. Május 1-ig a trafipaxok által kiírt sebességadatokhoz a rendszer valamennyit magától hozzáadott. Ez átlagosan 3% volt, arra hivatkozva, hogy a mérőműszerek ilyen hibahatárral dolgozhatnak, ezt viszont most megszüntették. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lakott területen közlekedik, ahol ugye 50 km per óra megengedett sebesség a legmagasabb sebesség, amellyel közlekedhetünk, akkor ha 65 km per órával közlekedik, akkor már az objektív felelősség szabályainak megfelelően, vagy Vas megyéből, vagy pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből várhatja a közigazgatási bírságról szóló határozatot. Abban az esetben, hogy a 90 km per órás a legnagyobb megengedett sebesség, ez lakott területen kívül van, akkor 105 km per órás sebességnél várható ugyanez. Ha viszont az autóst rendőr állítja meg gyorshajtás miatt, akkor nem kell különösebb változásra készülni. Ha valaki 50 km per óra helyett magasabb sebességgel közlekedik, és megállításra kerül sor, és nem 65 km per óránál magasabb sebességgel közlekedik a járművezetője, akkor helyszíni bírságra számíthat. Abban az esetben, hogyha nem ismeri el a felelősségét, akkor akár szabálysértési eljárás is indulhat ellene, de enyhébb esetekben akár figyelmeztetéssel is záródhat az intézkedés. Gyorshajtásért idehaza egyébként akár 500 000 forintos bírság is kiszabható. Fordított napot tartottak a dombóvári Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai még az érettségik megkezdése előtt. A fiatalok az ilyenkor szokásos módon vidáman zöld nap keretében búcsúztak el iskolájuktól.
A végzős diákok beöltöztek mindenfélének, és az alsóbb évfolyamosokat nemigen hagyták tanulni a ballagások napján délelőtt. Ugye az érettségi után, hogyha meg lesz, már pedig nagy reménye talán meg lesz, szeretnék kívülre maradni még egy évet, amikor lesz végre egy szakmám, van már egy a fél éves vizsga után, de az legalább biztosabb, majd pedig egyetemre szeretnék menni. Az iskolától való búcsú során régi hagyományokat folytattak az oktatási intézményben. Már május 3-án elkezdték a bulizást, jelenleg 84 végzős diákjuk van. A diákok itt az iskolában a padlástérben egy nagyon kedves műsort adtak az őket tanító tanároknak és az osztályfőnökeiknek, és utána egy ilyen estig tartó kis buli volt ennek a vége. A mai nap lesz ennek a búcsúztatásnak a folytatása. Polgármester úr tart egy köszöntőt a végzőseinknek, majd ők végigvonulnak kocsikkal a városon, és lesz egy szinte egy régebbi hagyomány, egy faültetés, hogy nyomot hagyjanak ilyen módon is az iskolában a végzőseink. Ezen a vidám napon a továbbiakban az MMS Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjainak vizsgára bocsátott ceremóniája zajlott. A diákok iskolájuktól a polgármesteri hivatalhoz vonultak, itt történt a hagyományt őrző kisbíró és kisbíróné közreműködésével az ünnepi búcsú. Ez egy hagyomány az iskolánknak, hogy minden évben érettség előtt egy-két nappal megjelenik, és a polgármestertől engedélyt kérünk, hogy szakmunkás vizsgát és érettségit teljessünk. És általában ugye a Lajstrom könyv, amiért látszódott, és benne is volt a szövegben, oda az összes végzősnek a neve be van írva, és egy pecséttel igazolva van. A polgármester Pintér Szilárd többek között azzal biztatta a diákokat, hogy ilyenkor nincs vége a dombóvári létnek. Közben visszaemlékezett a saját ballagására is. Nyilván ilyen akkor kicsit sóvárgok is, hogy valamikor is a túloldalra láttam, és még emlékszem rá, hogy mikor. És arra biztatom őket, hogy ne tekintsék életük nagy kihívásának azokat a vizsgákat, amik most jönnek, hiszen erre készültek. Az életben lesznek olyan kihívások, amik felkészületlenül érik majd őket, de hogyha úgy érik az életüket, ez nagyon kb. Számba fog előfordulni. Ezen a helyszínen 80 nappali tagozatos tanuló vett részt a ceremóniában. Ha a felnőtt diákokat is beleszámítjuk, akkor ilyenkor általában 120 diákot szoktak ballagtatni. A két oktatási intézmény diákjai pénteken ünnepies keretek között ballagtak el iskolájukból. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Bemutatták a Baranya vármegyei új tisztségviselőket, ülésezett a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Több mint 16 milliárd forintos adóssága van Pécsnek, még legalább 25 évig nyomja a pécsiek vállát a teher. Idegen nyelvű történelem érettségit írtak a diákok, így zajlik a vizsga Pécsett. Az egészséges és hosszú élettitka, szívsebész professzor tartott előadást. Csütörtökön egyre nagyobb területen növekszik meg erősen a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán még több órás napsütésre készülhetünk. Délnyugat felől a nap második felében egyre több felé eredhet el az eső, estig az ország délnyugati felén eshet. A keleti és szél sokfelé élénk, erős lehet. Hajnalban 4-12, délután délnyugaton 14-17, máshol 18-23 fok valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!